Sziasztok, Larissa vagyok, és itt vagyunk a Unisex jubileumi nagy koncertje után. Szabó Marian fogom itt arról faggatni, hogy hogy érezte magát ezen a számotokra gondolom igen fontos estén. Hát egy 4 hónapos próbaidőszak ért most véget, úgymond ezzel a koncerttel. 4 hónapon keresztül nem nagyon voltunk közönség előtt, csak a próbateremben saját magunk gyakoroltunk, és nagyon nagy élmény volt az, hogy a közönség vevő volt ezekre a dalokra, vevő volt az átdolgozásokra, a frissítésekre, és hát az egész zenekarra örültünk neki. Itt azért hosszú évek munkája csendült fel, azért a közönség is énekelte a dalokat, az újakat, régieket egyaránt. A próbák során mi alapján választottátok ki a ma este dalait? Gondolom azért a nagyslágerek alapok voltak. Hát Lacival ültünk össze, végignéztük az összes Unisex lemeznek a tracklistáját, és sokkal több dalból szűkítettük le a kört, mind a ketten írtunk kedvencek listáját, meg hát természetesen ugye Szebb holnap nélkül nem Unisex az Unisex, de nagyon sok privát kedvenc is volt közte, mind a Laci részéről, mind az én részemről. Ezeket próbáltuk besűríteni egy másfél órába, szerintem sikerült. Viták nem voltak, hogy én ezt akarom, én pedig az. Dehogy nem, de ezeket meg tudjuk oldani. Volt még 2 vagy 3 dal, amit én nagyon szerettem volna, de aztán észszerűségi elven, tehát egy, ne üljenek itt reggelig az emberek, így megegyeztünk, hogy jó, akkor az lesz, de akkor az nem. Viszont akkor a helyet, azt mind a ketten akarjuk, azt még tegyük be, tehát nagy vita volt, de megoldottuk. Meglepetésekkel is készültetek, ugye a már említett átdolgozások, ami Unisex dalt dolgoztatok fel, ismételt egy covert hallottunk, illetve volt egy sztárvendég is, nem más, mint Gesztesi Karcsi, hogy került képbe? Hát a Karcsi, a szaxofonosunknak, a Gyenes Bélának nagyon régi barátja, és a Laci is már elég régóta ismeri, és mikor felmondta nekünk a reklámspotot, akkor kérdezte meg Laci, hogy esetleg nem érne rá eljönni, és akkor mondta a Karcsi, hogy hát ha már eljön, akkor már zongorázna, meg énekelne is valamit, és akkor így került be a képbe, aztán utána kitaláltuk, hogy beszéltünk telefonon a Karcsival, és kitaláltuk, hogy hát ha már itt van, akkor énekeljünk közösen is valamit, így esett a választás a Presser Adam is szerzeményre, a Valaki mondja megre, tehát így követték egymást a dolgok, és szerintem egészen jól sikerült, sőt nem is egészen, nagyon jól. Gondolom azért összepróbáltátok a dalt előtte. Egyszer. Mindösszesen egyszer? Igen, hát én játszottam ezt a szerepet, én játszottam Beverlyt a Pofesztiválban az IBS színpadon, tehát nem volt újdonság számomra se a dal, nem kellett szöveget tanulni, meg dallamot magolni, meg semmit, hanem egyszerűen csak összeénekeltük és működött. No, hát mi újság veled így? Személy szerint, ugye volt X-faktor, ugye van most, most vannak ezek a karaoke estek is, de gyakorlatilag így szóló vonalban mi újság vele? Hát most már a szóló vonalat azt én lezártam, én minden időmet és minden energiámat az Unisexnek szentelem, mert hogy szerintem ez egy olyan zenekar, így 10 a színpadon, ez egy olyan zenekar és egy olyan múlttal rendelkező zenekar, ami mindenféleképpen sokkal fontosabb, mint egy úgymond szóló karrier, hogy elmegyek CD-re, éneklek fél órát, ez engem nem csikiz, inkább élő zene, és hál' Istennek vevők erre az emberek, és nyáron nagyon sok helyen, fesztiválokon már hívtak minket, már lekötött dátumaink vannak, szóval találkoznak még az Unisex-el és velem is. Új dalok készülnek-e? Készülnek, bizony, már egy új dal fel van demózva, és a jövő héten egy kis pihenő után meg lesz a végleges feléneklés is. A változatosság kedvéért megint nekem sikerült szöveget írnom hozzá. Egy szimfonikus hangszerelésű dalról van szó, és nem árulok el nagy titkot, hogy lassú. És szeretnénk ezt a második lassú Unisex dalnak, ami bekerül valami örök slágerlistára. És nyilván egy új korszak nagy dala lehet, hiszen 2011-ben újra egyesítettétek erőiteket. Miben fog most változni a Unisex, mondjuk az előző évekhez képest? Hát én szeretném, hogyha állandósulnék, mint énekesnő, mert eddig ugye elég sok énekesnőt elfogyasztott már a zenekar. Én szeretném ezt addig csinálni, még járókerettel még felbírok menni a színpadra. Hát igazából visszatértünk a régi stílushoz, ez a funkis, popos őrülethez. Szerintem már az új dalban is hallható, Táncoldát az éjszakádban is hallható az, hogy mit szeretnénk kihozni, kicsit retrós, kicsit funkis, de mégis azért emészthető popzenéket csinálunk. Rengeteg zenei ötletünk van. A hangszerelő barátunknak, a Bördős Lalinak is vannak saját dalai, amik szövegeimre várnak. Meg vannak Lacinak is, nekem is saját ötleteink, amiket szeretnénk megvalósítani, és hát már körvonalazódik egy újabb koncert, ami még nem árulom el, hogy mi lesz a különlegessége, de egy nagyon-nagyon különleges dolgot tervezünk jövő év februárjára az Unisex életében.
Muszáj megkérdeznem, ugyanis mostanában átalakult a zenei élet itthon is. Ugye a CD-t sajnos eltemették, és nyilván a Unisex még abban a korban indult el, amikor az aranylemeznek igenis volt értéke, és nagyon nagy dolog volt. Ti hogyan fogtok idomulni ehhez az új helyzethez? Hát erről még nem beszéltünk, mert ugye még elég friss ez a CD eltemetve dolog. Nyilván megvannak a megfelelő embereink, a megfelelő segítőink ahhoz, hogy a webes felületeken is meg tudjunk jelenni, és úgy tudjunk megjelenni, hogy ne csak ingyen letöltős, hanem esetleg mérni lehessen azt, hogy hány ember szereti az Unisexet, és szereti az új dalainkat. Nyilván ez még a jövő zenéje, és nyilván még nagyon sokat kell rajta agyalni, meg kell rajta gondolkozni és beszélni, hogy ez hogy fog megvalósulni a valóságban. Mennyire el fogtok arra gyúrni, hogy az újabb generációkat is megszólítsátok itt? Itt gondolok arra, nyilván az ősereg Unisex fanok, azok továbbra is követnek titeket mindenhová. Na de hát ugye vannak már kis cseperedő fiatalok, akik szintén fülelnek. Hát lassan már ott tartunk, hogy a régi Unisex fanoknak a gyerekei is járnak a koncertjeinkre, szóval én nem félek ettől. Ma is, hogyha végignéztél a közönségen, a 10 évestől elkezdve a 60-70 évesig minden korosztály képviseltette magát, tehát azt hiszem, hogy ez egy olyan zene, olyan dalok, amik meg tudnak fogni akárkit, vagy bárkit, vagy mindenkit. Itt említetted, hogy visszatértek a gyökereitekhez, ugye a funky pop hangzáshoz, ahonnan indultatok. Ugye Ákos is mostanában arról beszélt, hogy ő is visszatér a gyökereihez, az induláshoz, mert érzi az emberekben, hogy szeretnének nosztalgiázni egy picit. Ezt ti is érzitek a saját rajongóitokon? Abszolút. Tehát mikor mi elkezdtük szervezgetni ezt a koncertet, néhány ős rajongónak feltettük a kérdést, hogy ők milyen dalokat hallanának szívesen, és nagyrészt olyan dalok érkeztek, nyilván ugye, amiket én énekeltem, mert hogy ugye, ha már visszatértem, akkor legyenek olyan dalok, amiket én énekeltem, de nagyrészt ebből az első korszakból érkeztek kérések, hogy legyen benne ez, meg az, meg amaz, és hát igyekeztünk eleget tenni ennek a dolognak, így került be a Száguldj velem, a Játsz velem, a Hív a nagyvilág. Nagyon jó érzés énekelni ezeket, nagyon kellemes. Összejött a zenekar benne, ugyanúgy a fúvósoknak is van szerepe, nem csak ott ugye állnak és lóbálják a hangszerüket, hanem tényleg komoly aranzsokat sikerült nekik is összehozni, és így együtt szólal meg jól a zenekar szerintem. Na hát akkor sok sikert kívánok nektek, még ennyi időt kívánok nektek, ha nem kétszer ennyit a pályán, és halljunk még több Unisex dalt. Akkor már tényleg járókerettel kell fölmennem a színpadra, de köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Jól van, tudom, most el akarod nyomni, mert vége a videónak, igaz? Pedig most jön a lényeg. Legyenek neked is sztárfotóid. www.kaszásbence.hu www.objektívfotó.hu. Szeretnél még többet látni? Akarsz értesülni a legfrissebb újdonságokról? Kövess minket a Facebookon is! Médiapartnerünk!